Kedves nézőink! A Rozsnyói Televízió műsora most magyar nyelvű magazinnal folytatódik. Nézzük a mai adás tartalmát egy-egy mondatban. 2018. január 20-án valósult meg a Borostyán jótékonysági bál. Tóth Sándort életműdíjjal ismerték el. Rossz hír, bezárt a kapuit a Rozsnyói jégpálya. 2018. január 23-án egy nagyon fontos eseményről emlékeztek meg Rozsnyón. A Városi Hivatal nagytermében a hétvégén reggelig mulatoztak a bálozók, hiszen immár harmadik alkalommal valósult meg a Borostyán jótékonysági bál. A Rozsnyói járás legsikeresebb néptáncosainak harmadik alkalommal megrendezésre kerülő jótékonysági báljára 2018. január 20-án 19 órai kezdettel került sor a Rozsnyói Városi Hivatalban. Harmadik éven szervezzük meg a jótékonysági bálunkat. Több szempont miatt döntöttünk úgy, hogy elkezdünk egy ilyen bált rendezni. A legelső szempont az volt, hogy a népi zenekárt közelítsük a mai emberekhez, mert régen minden népi zenekárral történt, a lagzik, a bálok, a falusi mulatságok, de ez már kihalt, teljesen átvette helyüket a modern zenekár. Ezért gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan bált, hogy két zenekár fog felváltva játszani, és itt nagyobb esély lesz arra, hogy a mai embert közelítsük a régi hangszerekhez. Ez volt az első szempont. A második az volt, hogy a Magyar Kultúra Napja pontosan ilyen tájba esik, január 20-a körül. Tehát a magyar kultúrának is szeretnénk ezzel adózni, emléket állítani. A harmadik cél pedig az volt, mivel jótékonysági bál, hogy a bevételből viseletet tudjunk venni az ifjúsági csoportnak. A bált a Borostyán Néptánc Együttes és a Borostyán Ifjúsági Néptánc Együttes nyitotta meg, akik a tavalyi bál bevételéből kapott ruháikban csillogtatták meg tehetségüket. A szervezést ezt a két polgári társulásunk végzi mindig, a Borostyán Néptánc Együttes polgári társulás, és van még egy fiatalabb polgári társulásunk, ő még csak egy éve alakult, a Kincskereső Gyermektánc Együttes polgári társulás. Van egy olyan bevált szokásunk, hogy minden éven azt a viseletet mutatjuk meg, amelyiket az előző év báli bevételéből vettünk. A felkészülés ez nem tart nagyon sokáig, mert a maga koreográfiákat, azt két évig tanultuk, és most így a két csoportot próbáltuk, a felnőttet és az ifjúságit úgy egyszerre színpadra állítani. Vannak rendezvények, amelyeket érdemes támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál ilyen eseménynek minősül, hiszen az ezévi bál bevételét az ifjúsági együttes gömöri koreográfiájának viseletére fordítják a szervezők. Nagyon fontos ez a rendezvény azért, mert mégiscsak a magyar kultúráról van szó, és a második dolog, ami a legfontosabb dolog abban, hogy ez a csapat ez reprezentálja nem csak az egész Rozsnyói járást, hanem önmagában a Rozsnyói várost is, és ez nagyon jó, és hogyha megköszönhetem erről a helyről az egész csapatnak a közreműködést, és meg szeretném köszönni a szülőknek is, hogy támogassák ezt a csapatot. Bál az eleve jó dolog, mindenki szórakozik, kicsit kikapcsolódik, van idejük az embereknek beszélgetni egymással, és még ami nagyon fontos, amit szeretnénk visszaállítani, ezeket a hajnali énekléseket. Tehát azért van itt ez a zenekár, hogy ha valaki kér valamilyen dalt, esetleg az övét, népdalt, nótát, akkor probléma nélkül el tudják húzni neki. A szombatesti jótékonysági bál kiváló hangulatban zajlott. Minden egyes résztvevő jól érezte magát, vidám volt és felszabadult. A zenekar nagyon jó, én azt hiszem, hogy jó bulit fognak csapni, úgy, ahogy mondjuk, mert itt van a népzene és itt van itten. Van itt egy duó, egy kettes, aki ugyanúgy fogják az embereket szórakoztatni. Úgyhogy én azt hiszem, itten az egész csak arról lesz, hogy jól szórakozodjanak és fáradjanak jól el. Ugyanúgy, mint minden táncsoporti, a Borostyán is ugyanúgy fantasztikusan tud táncolni. Örülök, hogy egészen a kicsikortól a felnőttig vannak itten. És még egyszer szeretném megmondani, ha fogom tudni, biztos támogatom ugyanúgy őket. Az ízletes vacsora után kezdődött az igazi mulatás, és tartott reggelig. Az est folyamán két zenekar húzta a talpalávalót, a Sztilicei K&K Band és Juhász Zsolt népi zenekar a Salgótarjánból. Életműdíjjal ismerték el Tóth Sándort a felvidéki magyarságért végzett munkájáért.
2018. január 21-én Galantán a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett országos emlékműsoron került sor a Csemadok díjak átadására. Ez egy tényleg nagyon komoly kihívás volt. Hát mindenek előtt meglepődtem, hogy azok az emberek, akikkel én tényleg éveken keresztül együtt dolgoztam, méltónak találtak arra, hogy megkaphassam ezt a díjat. Tehát én mindenek előtt nekik vagyok hálás elsősorban. Persze, hát én ezt nem azért dolgoztam és dolgozom a mai napig, hogy díjakkal lássák el az embert. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés számomra. A díjátadás során Tóth Sándort, gömöri születésű pedagógust életműdíjjal ismerték el, aki a Rozsnyói Magyar Iskola ügyének szentelte életét. Boldog nagyapa, csemadoktag és legendás magyar tanár. Most már ugye 45 év után letettem a lantot, fél évig. Hát idén most megint visszahívtak óraadóként, tehát besegítek az anyaiskolámba. Én mindig is nagyon szerettem a szakmámat, én tényleg a gyerekekhez megtaláltam a hozzájuk, feléjük vezető utat, és én úgy gondolom, hogy nagyon szép életút áll mögöttem, ami a pályát illeti. Hát mindenek előtt nagyon jó tanítóim voltak a Pelsőci alapiskolában, itt Rozsnyón a gimnáziumban, az egyetemen is, meg hát aztán az ember a gyakorlatból aztán innen-onnan ellesett dolgokat, és természetesen hát a szakmai fejlődés egyértelműen adott volt. Tóth Sándor 45 éves pedagógusi pályafutása Szepsiben indult. Tagja lett a Csemadok Városi Alapszervezete vezetőségének és a területi választmánynak. Segítette a járás kulturális életét is. A 60-as években, mikor én gimnazista voltam, a legtermészetesebb volt, hogy a Nagycsucsami utcában találkozgattunk, és ott szívtuk magunkba a magyar kultúrát, a magyar értékeket. Tehát már diákként megtapasztaltam a magyarságtudatot, és aztán ez az egyetemen tovább fejlődött, érződött, és természetesen hát a gyerekeknek is ezt próbáltam aztán átadni. Minden helyen, ahol tevékenykedtem, hiszen pályafutásomat Szepsiben kezdtem, majd Rozsnyóra kerültünk először az állami iskolába, és aztán természetesen az utolsó éveket, 20 esztendőt a általunk alapított református egyházi alapiskolában töltöttem. A pedagógus a második otthonának tekinti Bódvamentét, és magánéletében is fontos szerepet játszik, hiszen a helyi magyar iskolában találkozott későbbi feleségével, aki mai napig a biztos pontot jelenti az életében. A támogatás nélkül nem működött volna. Természetesen feleségem biztos támpont volt, meg hát a nagy családom is, és aztán természetesen a kollégáktól is mindig minden segítséget megkaptam. A Rozsnyói Jégpálya már több mint 20 éve működik. Ebben az iskolai évben 2017. december 2-án nyitotta meg kapuit. A jégkorcsolyázás szerelmesei mindig szép számban jelentek meg a korcsolyapályán, ahol természetesen mindig gondosan elő volt készítve a jégpálya, az érdeklődők számára a büfé is rendelkezésre állt, ami sok finomságot és forró teát kínált a korcsolyázóknak. Első nap, december 2-án 250 ember érkezett a Rozsnyói stadionba, és az idei szezonban 5972 ember látogatott el városunk jégpályájára. 2018. január 19-én viszont sajnos technikai okokból kénytelenek voltak bezárni a Rozsnyói jégpályát, mivel csütörtökön olyan helyzet alakult ki, amely akadályozza a korcsolyapálya további működését. A hiba a hűtőberendezésnél állt elő, ahol ammónia szivárgást észleltek. Szerencsére sikeresen el lett távolítva, így nem jelent veszélyt sem a környezetre, sem a lakosságra. Ha sikerül ezt a hibát elhárítani, akkor még a szezon végéig szóba jöhet a korcsolyázás. január 23-át Rozsnyó történelméből sose szabad kitörölni, hiszen ekkor szabadult fel városunk véglegesen a fasiszta terjeszkedés alól. 2018. január 23-án a rozsnyóiak szép számban jelentek meg a város főterén, hiszen ezen a napon pontosan 73 évvel ezelőtt szabadult fel területünk a fasiszta terror és az óriási szenvedés alól. Napjainkban a háborús események már csak a harcokban jelenlévők emlékeikben élnek, és ezekből az emberekből már nincs sok. Így sokaknak nehéz elképzelni azt az óriási gyötrődést, megaláztatást, gyalázatot.
Mivel a harcok közvetlen résztvevőinek nemzedéke lassan eltávozik, így minden embernek követnie kell a humanista eszméket és emlékezni az áldozatokra, hogy béke legyen az emberek között és ne ismétlődhessen meg semmilyen háború. A bányászok terén összegyűlt lakosok méltón emlékeztek meg a 73 éve történt eseményre, és ez tanulság a jelen és a jövő nemzedékeinek is. Ennyi fért a mai adásba. Új magazin műsorral egy hét múlva a megszokott időben várom Önöket. Köszönöm, hogy ma is megtiszteltek figyelmükkel. A viszontlátásra!